Sziasztok, üdvözletem innen a Kerepesi útról. Most is egy iparvágány fogok bejárni, amire most néhány órával ezelőtt kaptam meg a tippet, hogy itt ilyen is létezett, én erről nem tudtam. Egy bizonyos Kovács Tamás írt nekem Facebookon, hogy érdemes lenne megnézni. Innen a Százados utcába fordult be és a kenyérgyárig ment, illetve egy kiágazásra elment a... Errefele volt egy bútorgyár, de azt nagyon később meg fogom mutatni. Na, mondom, de menjünk át, most se átváltott a lámpa. Hát ugye azt gondolom mindenki tudja, hogy a Gödöllői hívedeték a keleti pályaudvarig járt. És itt mentek a sinek, ahol az előbb álltam, Kerepesi úton, és itt volt az elágazása az iparvágánynak. Egyébként ez az oszlop, ez még ahhoz tartozhatott valószínűleg. Ugye most az oli vezeték van rajta, de... És eddig én is azt hittem, hogy ezek az oli vezeték miatt vannak itt ezek az oszlopok, de ezek szerint nem, hanem volt egy iparvágány, és ahhoz tartoztak. És akkor mindjárt szétézünk itt egy kicsit jobban. Hát ugye a sinek azok valahol ott jöttek az út szélén, annó. Keleti pályaudvarig ment a Gödöllői hév, ugye, és itt is volt nyilván egy megálló. Itt ez a Puskás-Fele stadion, és hát ilyen stadionok megálló. Ugye ez az épület, és hát a BKV-hoz tartozott, de úgy tudom, hogy már teljesen kiürítették. Egyébként itt volt az orvosi rendelő ebbe. Ez még azt hiszem tavaly előtt is meg volt, sőt még tavaly is. És itt fordult be valahol az iparvágány, és itt az oszlopok mutatják, hogy merre jött. Egyébként a Százados utcán épült egy kenyérgyár 1909-ben, és az iparvágányt azt annak építették ki. És egyébként látjátok, kiállott valik, azok járnak erre. Csak persze, hogy erről fúj a szél, úgyhogy próbálok valami szélcsendesebb helyet keresni. Nem tudom, hogy a szélzaj mennyire fog bezavarni. Szóval 1909-ben épült egy kenyérgyár, ide a... Hát igen, majd mutatom, hogy két sarokkal odébb volt. De a telek még megvan, viszont az épületet már elbontották, és ennek a kiszolgálására épült ide iparvágány. Ugye hévből kiágazva. És akkoriban még a keletinél volt nagyvasúti kapcsolata is, tehát ott azonnal vonatra át lehetett rakodni. Viszont az első világháború után ez a kapcsolat megszűnt. Onnastól kezdve a másik irányba Törökölt felé lehetett kiszolgálni az itteni üzemeket. És hát, mondjunk el, hát felsőtették tartó oszlopok jelzik a nyomvonalat. Úgyhogy ez most térkép minden nélkül, csak így egy érzésre próbálom megtalálni, hogy merre ment. Úgyhogy nem tudom, mennyire ez pontos. Úgyhogy egy haladunk tovább, aztán meg meglátjuk. És itt a következő nyomvonal. Ez a Stróbör-Alajos utcánál vagyunk jelenleg, és itt vezetett el a bútorgyárba, illetve Törökbecse utcán még innen is kiágazott egy vágány, az a Gábor Áron vasöntörére vezetett. És gyakorlatilag ennyi. A kenyérgyár pedig ott volt szembe. Ott most az épület épült, itt volt a kenyérgyár, és ott az volt az iparvágány kapuja, itt mentek be a vágányok. Én azt hiszem, hogy 2009-ben így ráguglizva azt találtam, hogy 2009-ben bontották el az épületeket. Egyébként a kenyérgyár az 90-es évek elején valamikor zárt be. De 1970 óta vasúti kiszolgálása nem volt, mert nyilván mikor visszavágták az Örs vezértérre a Gödöllői hévet, akkor itt a vágányokat is felszedték, ezeket is. De egyébként úgy zajlott a dolog, hogy ott jött a másik oldalt a vágány. Itt valahol, és akkor itt a... Látszik, hogy a kerítésnek az íve. Az a baj, hogy most akkor a kamerát nem hoztam el otthonról, mert töltőn hagytam reggel, és a telefonnal tudok most videózni. Tehát, és az ugye a minőség az nem olyan jó, a telefon a fókuszt... nem megtalálta. És itt könnyebben eldobja, mint a kamera. Tehát itt jött a vágány. Ment tovább, és... Itt volt egy kiágazása, ez a vágány rajzokból látszik, és így jött, és akkor ide be a kenyérgyárba. Az egyik fele. És nyilván a másik vágány pedig itt ment tovább. Hát mindjárt meg is mutatom, hogy a Stróbör-Alajos utcában vagyunk jelenleg. És itt volt egy bútorlapgyár, és annak a kiszolgálását végezték innen.
Hát valahol itt mehetett a vágány, ahol most sétálok. És úgy, talán még most is megvan a vágánynak a kapuja. Aztán majd a Tödökbecse utcán még elindulok, ott még látszik a nyomvonal, így a műholdkép alapján próbáltam belőni. Ott a nyomvonal még egész jól látszik, de egyre haladjunk tovább. És itt egy érdekes keresztábla elbefele, ez a vigyázz a csündisznó, vagy nem tudom, ez mit jelent. Hát mondjuk azt hiszem, a kereszt az ilyen táblát nem ismer, de hát itt a környéken több ilyet is láttam már, még korábban is. És ha minden igaz, akkor itt kicsivel arrébb volt a bútorgyárnak a bejárata, de hát mindjárt kiderül. És itt vagyunk. Itt volt az iparvágánynak a bejárata. Hát itt volt a gyárkapu. Itt ment be a vágány, és folytatódott itt a telepen belül. Ugye ez volt a bútorlapgyári. És valahol még előtte, a Törökbecse utcánál kiágazott egy másik szárnyvonal belőle, az a Gábor Áron vasöntödéhez vezetett. Ott itt viszont az valahol errefele van, de ugye a térképen meg kell néznem, hogy hol van pontosan a Törökbecse utca. És akkor itt van, ez volt a... Egyébként a bútorlapgyár az itt volt. És itt még jött a vágány tovább. És itt ívben fordult be. És itt ment. Itt a két épület között, ez a földút, itt pont a vágányhelye van. Na, ezen majd még végig megyek, mert szerintem itt még elképzelhető, hogy találok valami nyomot. De mindjárt meg is mutatom, hogy pontosan hol vagyunk, ez a Törökbecse utca. És valahol itt volt egyébként a vasöntöde, de hogy pontosan hol, azt nem tudom. A vágány térképen nincs benne. Hát itt még lehet, még az is lehet, hogy valami nyomot találok errefele. Mondjuk egy kis kószatalfa, kis vizébazalt kőmaradvány, ilyesmi. De nem hiszem, mert szerintem a felépítményt azt egy az egybe elbontották, tehát maximum bazalt kőből maradhatott, de hát az meg ugye 1970-ben bontották. Igen, tehát abból már biztos nem sok maradt. Mégiscsak eltelt már azóta 50 év is. De egyébként itt sétálok most az egykori iparvágánynak a nyomvonalán. Hát akár ne tovább, hát majd találok valamit, akkor jelentkezek. Hát Törökbecse utcán végigmentem, de hát ott már semmi nyoma nincsen. Valószínűleg egyébként ott volt egy... valahol a vasöntöde, de már semmi nyoma nincsen. De arrafele meg filmezni sem nagyon lehet, mert nagy a népsűrűség. Úgyhogy akkor inkább eljövök erre. És hát akkor ez a videó az ennyi is lett volna. Én javaslom, itt már most sem fogok semmit találni. Hát ez egy ilyen kis rövid rögtönzött vonalbejárás volt. Volna ez a kis rögtönzött vonalbejárás, most visszasétálok a villamos megállóhoz, aztán irány hazafele. Így akkor ez ennyi lett volna, köszönjük, hogy megnéztétek, sziasztok! És most nézem, hogy ezt az utcát is még Törökbecsének hívják. Tehát akkor az ott nem vége volt, csak akkor valószínűleg itt két része van, és középen van elvágva az utca, tehát még az is lehet, hogy valahol itt van. Na, ezt viszont meg kell néznem valami régebbi műholdképen, vagy hát a műholdon nem is, de a régi fotó meg lehet itt, hogy pontosan hol volt a vasöntöde, mert lehet egyébként itt volt itt a tenni az épületnél. Ez egyébként a Dataplex Server központ, itt a Telekomnak az egyik bázisa, de nem biztos, hogy itt volt a vasöntöde, viszont valahol itt a környéken és idáig eljöttek a vágányok, de hogy pontosan meddig, azt én nem lehet tudni. Még azért szépen egyébként itt a Telekomnak az egyik szerver központjában, vagyis hát már tehát, hogy az arról volt, hogy eladják a 4IG-nek, és ez már lehet, hogy meg is történt azóta. Bár voltak olyan hírek, hogy mégse adják el. Hát minden, hát akkoriban még tavaly is ilyen november-december környékén engedtek be egy kamentit még házon belül is, úgymond, hogy akkor most eladják, nem adják, kinek adják el. Hát engem annyiba érintett, hogy emiatt
ugye kellett innen eljönnöm, egyébként itt dolgoztam akkoriban, és emiatt jöttem el, mert hogy tömeges létszámra építés volt emiatt, hogy 4IG meg fogja venni, és a saját embereit fogja hozni. Úgyhogy végül is ezt én nem vártam meg, hanem akkor hamarabb eljöttem, de hát ennyi. És akkor most már tényleg csak egy ilyen kis mellékes adalék volt, most már menjünk a villamoshoz, aztán irány hazafele. Sziasztok!